Köszöntöm az Oxygen Music nézőit, Lukács Bence vagyok, most jöjjenek térségünk legfrissebb és legfontosabb hírei. Tovább mérséklődött az infláció Magyarországon. A központi statisztikai hivatal adatai alapján februárban 3,7% volt az infláció az előző év azonos időszakához képest. Januárhoz viszonyítva átlagosan 0,7%-kal emelkedtek az árak a győri boltokban is. Az előző februárhoz viszonyítva az élelmiszerek ára 2,2%-kal nőtt, ezen belül leginkább a cukoré, a csokoládé és a kakaóé. Az élelmiszereken belül a lisztára 19,6%, a tojási 19,1%, a sajté 15,6%, a vaj- és a vajkrémé 15,3%, a száraz tésztáé 13,4%, a tejé 11,2%-kal csökkent. A szeszes italok dohányáruk ára 5,3%, ezen belül a szeszes italoké 5,9%-kal emelkedett. Javaslatokat vár a Győri Önkormányzat arra, hogy kikapja idén a Győr oktatás ügyéért díjat. A díj olyan pedagógusnak vagy oktatónevelő munkát segítő személynek adományozható, aki kiemelkedő munkájával és példamutatásával pedagógustársainak, a tanulók, a szülők a szűkebb és tágabb környezet előtt megbecsülés szerez a városban. A díjat évente legfeljebb három fő kaphatja, aki tüntetettek díszes oklevélben, emléktárgyban és pénzjutalomban részesülhetnek. Az elismerésről május 31-éig döntenek. A diákokra sok stresszes időszak vár, akár a felvételiről, számonkérésekről, akár a közösségbe való beilleszkedésről van szó. Kozma Vízkeleti Dániel kiképző család pszichoterapeuta, klinikai szakszpszichológus a Győri híreknek adott interjújában adott néhány jó tanácsot, amik megfogadásával segíthetjük gyermekeinket, hogy a rájuk nehezedő nyomással meg tudjanak birkózni. Ez olyan, mint az aggodalom meg a hintaló, nem visz bennünket sehová. Ezt mondta a panaszkodásról Kozma Vízkeleti Dániel. A család pszichoterapeuta szerint gyermekeinknek meg kell tanítanunk adaptív módon feldolgozni az őket érő stresszt. Szóval, hogyha kicsi gyerekként látunk arra mintákat, hogy a szüleink a saját nehézségüket, a saját stresszüket hogyan dolgozzák fel adaptív módon, akkor ez később nekünk rendelkezésre áll. Ha azt látjuk, hogy a szüleink ilyenkor hazajönnek, bezárkóznak, nyomkodják a kütyjüket és puffognak, akkor nekünk sem lesz adaptív eszközünk, mert ugyanezeket fogjuk csinálni, nyomkodjuk a kütyünket, és puffogunk egymásnak, beszállunk a panaszkodó bajnokságba, amivel idehaza világbajnoki szinten tudjuk űzni. A stresszes időszakokban is nagyon fontos, hogy minőségi időt töltsünk együtt, segítsünk kikapcsolódni a gyermeknek szabadidős programokkal. Amikor így tapasztaljuk, hogy a gyermekeken is növekszik a nyomás, akkor annyi a feladatunk, hogy mellettük vagyunk érzelmileg. És egyrészt szervezünk nekik feltöltő programokat, másrészt lehetővé tesszük, hogy ők elmondják, hogy mi bántja őket. A jó kapcsolatok egyik alappillére a kommunikáció. Lépjünk túl a sablonkérdéseken, akkor a gyermek is könnyebben megnyílik. A szakember említett néhány példát is sajnos a mi volt ma az iskolában kérdésnél összetettebb valós érdeklődést mutató kérdésekre van szükség. Mi volt ma a leklasszabb dolog, lettem a új barátod, vagy mit szoktatok csinálni a Robival, ilyenkor érdemes emlékezni, hogy tényleg Robinak hívják a gyerek barátját, meg fog sértődni, ha amúgy karesznak. Szóval, hogy tényleg figyelni a gyermekre és lehetővé tenni, hogy ő megossza velünk a nehézségeit. A legfontosabb tehát, hogy támogassuk érzelmileg a gyermeket, tudassuk vele, hogy ránk számíthat, és amikor stresszesek vagyunk, járjunk elő jó példával, ne csak panaszkodjunk és beforduljunk, menjünk el kikapcsolódni. Közleményben hívja fel a Győri lakosság figyelmét a Panonvíz ZRT, miért fontos betartani a csatorna használati illemtant. A szolgáltató kiemelten kéri például, hogy a nedves törlőkendőt a WC helyett a szemét helyezzük. Jelentős gondot okozhat még a csatornába kerülő ételmaradék és a használt étola is, amelyek közvetlen dugulást is okozhatnak. Külön kitértek arra is, hogy a szennyvízhálózatba nem kerülhet egészségügyi betét, pelenka és gyógyszer, valamint növényvédőszer sem. Mint írják, ezek mind fennakadást indézhetnek elő. A csatorna üzemeltetésében, emellett plusz tisztítási, javítási munkákat is okozhatnak. Az illegálisan lerakott hulladék felszámolására pályázhatnak önkormányzatok, civil szervezetek innen Györmoson-Sopron megyéből is. Az Energiügyi Minisztérium pályázatán az elnyerhető maximális összeg 75 millió forint. A Tisztítsuk meg Magyarországot programban az elmúlt években több száz tonnányi szemetet szedtek össze, sok helyen azonban hiában tisztítják meg a területet, rövidesen újra teleszemetelik. Öt év alatt több mint 700 millió forintra tett szert az a győri cég, amely gyógyászati segédeszközökre elkövetett költségvetési csalásban érintett. A gyógyászati segédeszközök nagy része gyógycipő volt, és olyanoknak írták fel, akik arra nem is voltak jogosultak. A két cég Őt és a velük kapcsolatban álló két orvosta a győri nyomozók még a múlt héten fogták el. Költségvetési csalás, hamis magánokirat, ha felhasználása, valamint személyes adattal visszaélés miatt kell felelniük. A győri céggel kapcsolatos eljárás tovább folytatódik, és nem kizárt, hogy a gyanúsítottak száma is bővülni fog. A magyar nők utazási szokásairól adott kielemzést a Magyar Turisztikai Ügynökség nőnap alkalmából. Az adatok alapján a hölgyek körében a főváros, Siófok, Hajdúszoboszló és Hévíz volt a leglátogatottabb turisztikai célpont. A belföldi női turisták nagyobb arányban Budapest és Pest vármegye után Györmoson Sopronban indultak útnak. Az elemzésből kiderült az is, leginkább hotelekben szállnak meg a hölgyek, foglalásaik 56%-a szólt hotelekre, ez mintegy 4 millió vendégészakát jelentett tavaly. A legfőbb utazási motivációt 2023-ban az üdülés, szórakozás, pihenés, a rokonok, barátok és ismerősök látogatása, valamint egészségük megőrzése jelentette. Két hét múlva Győr ad otthont az Asztali Tenisz Országos Bajnokságnak, a versenyre több mint 150-en jelentkeztek. Az idén 100 éves Magyar Asztali Tenisz Szövetség méltó módon szeretné a jubileumi eseményt megrendezni, így OB díjazása 3,5 millió forint lesz, az aranyéremért 300 ezer forint jár. 45 éve nyert világbajnoki címet Gergely Gábor, Klampár Tibor, Júnyer István és Krejsz Tibor. Ők ma a sportág nagyköveteként érkeztek Győrbe. Az idén 100 éves Magyar Asztaliteni Szövetség felnőtt országos bajnokságát felvezető sajtótájékoztatóra. Nem úgy kezelték ezt a, ezt a gyönyörű játékot, ezt a sportágat, ahogy ez megérdemelte volna. Mi megpróbálunk tenni azért, hogy ismételten oda kerüljünk, vagy oda kerüljön az asztali tenisz, ahová való. Kovacsics Imre elnök úgy fogalmazott, miután minden országban ezen a márciusi hétvégén lesz a nemzeti bajnokság, az élversenyzők számára az elnökség tulajdonképpen kötelezővé tette az indulást, de nem csak a topjátékosok jelenléte miatt lesz a sportág ünnepe ez a három nap. Programokat szervezünk, képzést teszünk a továbbképzést a napra, különböző játékokat, ami alkalmasra teszi arra, hogy tényleg ez a hétvége évente egyszer a magyar asztalitenisz ünnepe legyen. Dr. Dézsi Csaba András polgármester hangsúlyozta, a város számára öröm, hogy ilyen rangos esemény házigazdája lehet, Győrben pedig fontos sportág a pingpong is, hiszen itt játszik mások mellett a paralimpiai bronzérmes Szvitacs Alexa is. Kedves nézőink, híradónk után a Sikertörténetek című magazinunk következik, amelyben Kocsis Robert el a patentcsoport vezérigazgatójával készült beszélgetésünket láthatják. További friss híreinket és tudósításainkat megtalálják a győri oldalon. Én köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Szombaton a kötfoltok megszűnése után közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, helyenként előfordulhat eső-zápor. Sokfelé megélénkül időnként megerősödik a délkeleti szél. A hajnali órákban 2 fokot mérhetünk, a délutára 12 fokig melegethet fel a levegő. Vasárnap nagy részt erősen felhős, illetve borult időre készülhetünk. A nap második felétől több helyen ered az eső-zápor eső. Reggel 5 délután 16 fok körül értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétfőn több helyen várható eső zápor, helyenként zivatar. Sokfelé megerősödik a déli délnyugati szél. A reggeli órákban 9, napközben 12 fokra számíthatunk.